Sziasztok! Nem tudom, hogy ebből lesz videó, vagy nem, vagy most igazából mi is történik, de hónapokkal ezelőtt már találtam ezt az oldalt, nem reklám, sajnos, bárcsak. myus.com. Ez a nevük, és nagyon sokszor azzal van problémám, hogy szeretnék amerikai dolgokat rendelni, akár Ultából, Sephorából, vagy ruhákat, tök mindegy igazából. Azért nem rendelek Amerikából, mert mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon sokba kerül, mire haza kerül a termék hozzám. És nem olvastam el még mindent, de a lényeg annyi, hogy konkrétan ez a myus.com kapsz egy amerikai címet, ami a te címed lesz, nyilván idézőjelesen. És akármikor valami olyan oldalról szeretnél rendelni, ami nem szállít mondjuk Európába, megrendeled erre a címre, és ők elvileg elintézik az egész szállítást. Előfizettem rá, 30 napos próbaidőszak van, utána $7 havonta. Van egy ingyenes verziója is, és van egy $10 opció is. Ebbe a középsőbe van pár plusz dolog, 30 napig ingyen tárolják a cuccodat, meg nem tudom én mi. Na mindegy, a lényeg az, hogy most én ezt választottam, és kipróbálom, hogy működik-e, úgyhogy valamit muszáj rendeljek, nem tudom még, hogy mit, valószínű, hogy Ultáról fogok rendelni valamit. És a lényeg az, hogy kiderítem, hogy működik-e, mert ha ez működik, akkor ez valami hatalmas királyság. Pár hónappal ezelőtt mondom, ki akartam próbálni, de valamiért bennem volt, hogy nem biztos, hogy kellene. Meg egyébként a Cult Beauty-ról egészen jól tudtam rendelni dolgokat, viszont egy-két termék nincs is náluk, meg amit nagyon-nagyon szeretnék, azt nem szállítják ki. Morphe fixálósprét szerettem volna rendelni nagyon sokszor már, de elvileg, ami tudjátok, amilyen haspré formátum, tehát a tubusba magas nyomás van, azt nem szállítják ki repülővel. Úgyhogy azokat nem tudtam megrendelni, és most kipróbálom, hogy mit lehet rendelni. Én nagyon bezsongtam, nagyon kíváncsi vagyok. Megmutatom gyorsan, hogy hogy néz ki az oldal. Telefonról videózok nektek, mert éppen hogy megcsináltam, és éppen hogy eldöntöttem, hogy fogom ezt csinálni. Úgyhogy gyorsan megfordítalak titeket, és gyorsan megmutatom, hogy hogy néz ki. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Nagyon szeretnék már rendelni. Tehát csak nagyon picit megmutatom nektek, hogy így néz ki ez az egész oldal. Itt vannak, hogy honnan lehet rendelni, Amazonról mennyi mindent rendeltem volna már, te jó ég! Úgyhogy mindjárt kiderítem, hogy igazából mik vannak, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. És igen, úristen, Walmart-hol, te jó ég, mennyire jó lenne! Nyilván a pontos amerikai címemet nem fogom elmondani, de képzeljétek el, hogy Sarasota, Floridában van a címem. Úgyhogy mostantól egy floridai csajjal beszéltek, bocsi. Megkapod az irányítószámot, a ház címet, minden, és kapsz egy telefonszámot is. Úgyhogy tényleg mindent adnak. Rendelek gyorsan valamit, és majd elmondom, hogy mit rendeltem, hogy ment az egész, mennyire volt könnyű, mennyire nem. És aztán, hogyha megjön a csomag, akkor is beszámolok nektek mindenről. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Na sziasztok, most vettem észre, hogy van itt egy felvételem, aminek nincsen hangja, úgyhogy gondoltam, hogy átugrok ide, és voiceoverbe elmondom nektek a dolgokat. Amikor megérkezett a Morphe-s és a Jeffrey's csomagom, a Just Man az a Jeffrey's csomagom a parcellámba, láttam, hogy van egy ilyen szerkesztés lehetőség, és elkezdtem megnézegetni, hogy mik is vannak itt igazából, és hogyha kétes az összege a termékeknek, akkor van lehetőséged rá, hogy beírd az eredeti árakat, hogyha nem jól írták volna be. Úgyhogy gyorsan átugrottam az e-mailjeim közé, és megkerestem a Morphe-s rendelésemet, aminek az árát aztán korrigáltam, és el is mentettem. Ezután láttam, hogy vannak képek a kis cuccomról, úgyhogy azokat átnéztem. Nagyon vagány módon mindent látsz, mindent lefotóznak egyébként, amikor megérkezik oda a raktárba. Majd ezután elkezdtem nézegetni, hogy hogy is tudnám őket elszállítatni. Elolvasgattam a lehetőségeket, kipróbáltam, hogy milyen opciók vannak. Majd egy $40 szállítás mellett döntöttem, viszont ezt majd a későbbiekben el fogom nektek mondani, hogy elbénáztam valamit, úgyhogy sajnos pluszba kellett rá fizetnem $18,5.
De ezen kívül minden rendben volt vele, és a következő klippekből megtudjátok a többit. Jöttem gyorsan bejelentkezni, ugyanis az van, hogy ebben a pillanatban töltöttem ki a vámkezelési papírokat a Jeffries és a Morphe-s rendelésemhez, amit egyben szállítottam haza, viszont megérkezett mind a két Sephora-s rendelésem is a parcellámba, ami azt jelenti, hogy valószínű, hogy most azokat külön hazaszállítatom, és hogyha megjön a krémes rendelésem, azt megint külön fogom hazaszállítatni. És ennél a rendelésnél kiad egy nagyon érdekes lehetőséget, aminek most mindjárt egy kicsit jobban utána járok. Szóval az előbb édesnél megszakított, de a lényegben, hogy olvasgattam, és ezt majd meg kell kérdeznem, hogy pontosan hogy működik, és mit is jelent, és változtat-e bármit a szállításon igazából, vagy azon, ahogy én megkapom a csomagot, de elpostáztattam a második csomagomat is. Azt hiszem, hogy ezt az előbb mondtam, hogy ez a két Sephora-s rendelésem, és ezeket nagyon várom már, van benne két olyan termék, amit iszonyatosan régen meg szeretnék már nektek mutatni. Most küldtem el egyébként a vámpapírokat, szerintem ezt is elmondtam nektek, és ha minden igaz, akkor egy-két napon belül meg kellene, hogy kapjam a Jeffries és Morphe-s cuccaimat, úgyhogy azokat is nem sokára megmutatom, és ezután van még egy csomagom, ami nem sokára meg fog érkezni, az pedig a krémes csomag, de ezt már elmondtam nektek egy videóba. Úgyhogy szerintem jelenleg mindenről tudtok, és akkor fogok következőleg jelentkezni, amikor megkapom a csomagot, úgy gondolom. Na, sziasztok! Nem tudom, hogy mikor jelentkeztem be utoljára, nem tudom, hogy mit mondtam el, ha valamit kihagytam volna, azt látni fogjátok mindenképpen a képernyőn. Honnan kezdjem? Azt se tudom, hogy mondtam el, hogy a Jeffries csomagomat már megkaptam. Elég régen. Az az igazság, hogy van egy nagyon fontos dolog, amit később szeretnék nektek elmondani, először el szeretném mesélni a legújabb csomagommal kapcsolatos történéseket, viszont a videó vége felé egy nagyon fontos információt fogok mondani, de most Sephora. Ha szeretsz sminkelni, akkor biztos, hogy ismered a Sephorát, és azt is tudod, hogy nincs Magyarországon sehol. Hogyha Dél-Magyarországon élsz, akkor Arad egészen jó opció lehet, hogyha másfele, akkor fogalmam nincs. Én Aradon voltam először Sephorában, azóta pedig, amikor Bencéknél vagyunk, rászoktam venni Bencét, hogy vigyen el Brassóba, és Sephorázzunk egyet. A semminél jobb, de elég kicsi Sephorák vannak sminktéren Romániában. De természetesen a MyUSL szúnyog. Olyan reflexeim vannak, hogy szóval természetesen, ha már Amerikából vásárolok, a legfontosabb dolog az ottani Sephora kínálatot szemügyre venni, és hát sikerült egy nagyobbat vásárolni, ami termékek számában annyira nem mutatkozik meg, de dollárok számában határozottam. Viszont erről nem fogok most nektek beszélni, fogok csinálni egy külön videót, ahol megmutatom ezt is. Ennél a csomagnál nem kifejezetten érdekelt az eredeti csomagolása, úgyhogy kértem, hogy csomagolják újra a termékeket minél kisebb, minél könnyebb csomagba. Egy valamit bánok, ami kifejezetten nem olyan fontos, de ezt mondhatjuk egy mínuszpontnak. Azzal a szállítással, amit én kértem erre a csomagra, ami fogalmam nincs már, hogy mi volt, FedEx hozta, ebbe biztos vagyok. Nem tudom miért, de 5 dollár lett volna az, hogy belerakják a kis minta termékeket, amiket küldtek a csomagokkal együtt. Ez 2 Sephora rendelés volt, és őket összepakoltattam egybe. Nagyon sokáig tartott, mire megérkezett. Megfogom, ide kiírom, hogy mikor rendeltem. Tisztázzuk le, még mielőtt jobban belemennék igazából ebbe a témába, hogy természetesen korona, Black Lives Matter, belföldön, tehát Amerikán belül a szállítás is nagyon hosszú volt. Az volt hosszú, mert miután meg volt a csomag a szútonba, utána azonnal tudtam postázni. Minden információ itt van a bal oldalamon, mire mennyit fizettem, mit, hogy válogattam, stb. És itt van a csomag, amiben érkezett. Ennyi tömítés volt mellé, hogy ne lötyögjenek, és ez egy ekkora csomagocska volt. Ami nagyon tetszik, és Bencének rögtön ezt mutattam meg, oda meg vissza vagyok tőle. Ha jól megnézitek, akkor
Itt van egy arckép. Ez a csomag Profin kézzel lett újra pakolva, Jemier által. És ott van az arcképe. Imádom, mennyire jó. Olyan személyes érzés, na mindegy. A termékeket nem sokára mutatom nektek itt a csatornámon. Elég régóta veszem már ezt a videót, szerintem több hónapja. És nem tudom, hogy szerettem volna még valamit mondani ezen kívül, úgyhogy térjünk át a konklúzióra. Ha nincsen semmi járvány és lázongás, akkor nagyon gyors. Tehát, ha nagyon gyorsan kell valami, akkor szerintem gyorsabb, mint hogyha megrendeled az eredeti oldalról, és egyből Magyarországra szállítatod a terméket. Viszont, ha van olyan szállítási opció, hogy szállítanak Magyarországra, akkor nem biztos, hogy olcsóbb. Vámot ugyanúgy ki kell fizetni, a vám kezelési költséget ugyanúgy ki kell fizetni. Még egy gyors bejelentkezés megérkezett a következő csomagom is a kis parcellámba. És van egy opció, amire kifejezetten kíváncsi vagyok. Bizonyos csomagoknál egy adott méret alatt elvileg van olyan opció, hogy a vámot és az áfát talán ki tudod fizetni a MyUSM belül. Itt van nekem ez a csomag, ami 153 dollárra sikerült, és ha jól emlékszem, akkor 150 dollár vagy euró, 150 valami az áfa határ. 150 dollár alatt csak áfát kell fizetni, 150 dollár vagy euró felett, viszont már vámot is. És itt van ez a legolcsóbb opcióra, azt írja, hogy 5-10 nap, 28,99, és itt van egy olyan opció, hogy duties and taxes, 37,5 dollár, ami összességében egy egészen jó ár. Gyorsan kiszámolom. Egyszer, mivel FedEx-el fogom szállítatni, egy 5000 dolláros kezelési költség lesz, ami igazából a vám kezelési költség, ezt mindenképpen ki kell fizetni, és 153 dollárnak, ha csak a 27%-át nézzük, 40 dollárt biztosan ki kellene fizetnem, 41 valamennyit, és a 37 dollár az kevesebb, mint a 41, úgyhogy arra gondoltam, hogy kipróbálom, és igaz, hogy a videót kirakom azelőtt, hogy a csomag megérkezzen, és igazából tudnám, hogy mi lesz vele, viszont itt van az Insta nevem, kövessetek Insta, és mindenképpen tudatom veletek, hogy mi történt, és hogyha kíváncsiak vagytok a továbbiakban is arra, hogy miket rendelgetek, és hogy tudom igazából rendelni, mennyiért tudom rendelni, akkor azt jelezzétek nekem, mert nagyon szívesen megmutogatom nektek. Jó esetben belföldön belüli szállítást nem fizetsz, viszont a csomagra többet kell fizetni, nyilván, hogy hazahozzák, mint hogyha az eredeti cégtől rendelet haza, viszont gyorsabb. Sokkal gyorsabb. Mind a két esetben, mind a két csomagomnál, hogyha jól emlékszem, akkor az egykötőjel 4 napos szállítást kértem, és tényleg itt volt. Egyszer beleesett egy hétvége, úgyhogy 6 napos szállítás volt, de hogyha hétfőn küldeted el a csomagot, akkor csütörtökre nálad van, vámmal meg mindennel együtt. Ilyen gyorsan még soha nem lettem kész igazából a vámpapírokkal, mint ennél a két csomagnál. És amikor szerintem a legjobb lehet ez az oldal, ha olyan helyről szeretnél rendelni, ami nem szállít Európába, tehát Magyarországra sem, mint például a Sephora. Európán belüli Sephorából tudsz rendelni Magyarországra, ha jól tudom, de amerikaiból nem, és a legjobb cuccok természetesen ott vannak. Mindent megoldanak, hogy ki tudják szállítani, például Morphe-nak rendeltem fixálóspréjét, amit a Cult Beauty-ról nem tudtam megrendelni, ugyanis túlnyomásos gázpalackolás és nem tudom én milyen jogszabály miatt nem szállítják el. Amerikai Morphe-tól megrendeltem Floridába. Floridába becsomagolták olyan csomagolásba, amivel lehet szállítatni. Igaz, hogy 10 pár dollár pluszért, de el tudtam hozni. Évek óta ki szeretném próbálni. Megvan. Amit nem emlékszem, hogy az elején elmondtam-e, és kezdünk átérni a nagyon izgi részre. A prémium előfizetés 7 dollár havonta, ami egy évre 84 dollár, ami forintba 26.500 forint körülbelül. Relatív
Olcsó, viszont mégis sok, csak azért, hogy fent legyen tartva ugye egy parcellád, ahova neked a rendeléseidet igazából fogadni tudják, de itt jövök én a képbe, ugyanis külföldi, leginkább amerikai youtubereknél rengetegszer láttam, hogyha maguktól kipróbálnak egy szolgáltatást, vagy egy terméket, és tetszik nekik, akkor felveszik a kapcsolatot a céggel, és promókódot igényelnek igazából, és hát én ezt tettem. Körülbelül egy hónapja vártam a csomagjaimat, hogy megérkezzenek, amikor úgy döntöttem, hogy valahogy felszeretném venni velük a kapcsolatot, és utána járni a dolgoknak. És képzeljétek el, hogy írtam a MyOS-nek, soha nem csináltam még ilyet, írtam nekik, úristen, a világ legcukibb marketingesét kaptam meg, Fanninak hívják egyébként, azóta barátnők vagyunk. És a lényeg az, hogy nagyon aranyosak voltak, egyből mondták, hogy nagyon szívesen együttműködnének velem. És ami a fontos információ, azt mondták, hogy kapok egy linket, és hogyha ti szeretnétek kipróbálni ezt az egész szolgáltatást, azon a linken keresztül, ha regisztráltok, akkor egy évig ingyenes prémium előfizetést kaptok. Ide rakom, hogy mik az előnyei a prémium előfizetésnek. Őszintén megmondom, hogyha tudom, hogy van ilyen, akkor évekkel ezelőtt használtam volna. Nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy hogy működnek ezek a dolgok, és titeket is érdekel, úgyhogy remélem, hogy tudok segíteni, és éltek a lehetőséggel. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy a 7 dollár nem sok, és simán kifizetitek, de inkább ide, mint oda. Ha használjátok, és megrendelitek az első csomagot, és meg is érkezik, lefotózni, megjelölni engem a sztoriba, elküldeni nekem a képet. Remélem, hogy olyan termékekhez fogtok hozzájutni, amit évek óta szerettetek volna, de nem tudtatok megrendelni, mert nem szállítanak Magyarországra, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Júj, majdnem elfelejtettem, fun fact, itt van egy táblázat arról, hogy mondom, hogy Fannival barátnők vagyunk. Elküldte nekem a táblázatot, hogy a magyarok milyen oldalakról és milyen termékeket rendelnek a legtöbbet a MyUS-en keresztül, úgyhogy csekkoljátok le, szerintem nagyon érdekes. Egy nagyon fontos info, amit Rebecca elrontott, és ezért kellőképpen meg is fizetett, akármikor rendeltek, mondom, hogy nagyon fontos. Kapkodva rendeltem mindig, és nem is gondoltam rá, hogy az amerikai rendeléseknél van egy olyan opció, hogy suit, ahol kéri konkrétan, hogyha ilyen helyre rendelsz, akkor add meg a parcella számodat. Nem tudom, hogy parcellának hívják egyébként, de mindegy. Rebecca nem adta meg kétszer, mind a kétszer fizetett rá 8 dollárt esetenként, úgyhogy... Ha bármi kérdésetek van, akkor írjátok le kommentrészlegbe, vagy keressetek meg vele Instán. Remélem, hogy tetszett a videó, én nyilván nagyon élvezem. Szeretnék más cégektől is rendelni, nem csak Sephora, meg a szokásos sminkes dolgok. Úgyhogy ha van tippetek, hogy honnan kellene rendelnem, akkor azt is írjátok meg a komment részlegbe, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nektek mit lennének az ötleteitek. A linket természetesen leteszem a leírásba, ki fogom tenni Instára is, beteggelem egyébként majd a MyUS-t is, meg tudjátok nézni az Instájukat is. Állati jó belsős videókat is szoktak posztolni, úgyhogy csekkoljátok rá, mert szerintem tök érdekes. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán, és az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk, sziasztok!